Üdv, Péter vagyok a programozás karriertől, ahol segítünk nektek programozói képességeitek fejlesztésében, és hozzásegítünk benneteket a gyors karrierváltáshoz. Ez a videó a WordPress portfólió oldalépítő sorozat következő része, amelyben együtt el fogunk képzíteni a képzeletbeli kapavagunknak egy küldetéskártya szekciót, amelyben három legendás kalandjának a részleteit olvashatják el az oldal látogatói. Ezt fog fel úgy, hogy ez a lehetőség, ez, ez jó arra, hogy mondjuk ebbe a sectionbe te elhelyezd majd a saját portfólió oldaladon az elkészült munkáidat, vagy hogyha blogolsz, akkor a blog bejegyzéseidet. Tehát nagyon hasznos lesz ez a videó is, tarts velem! Az előző részben már egész tartalmasra bővítettük a próba oldalunkat, elkészítettük a paplovagunknak a rólam részét, betettünk két képet, amelyből az egyik egy külső hivatkozásra, egy INF mutat, csináltunk egy ilyen lista menüt itt oldalt, amilyen lenyíló funkcióval van ellátva, és feltettünk egy karakterlap gombot, amely igazság szerint ugye egy letöltés gomb, amire rákattintva az érdeklődő letöltheti tintaszagú Agnonnak a karakterlapját egy Excel táblázatban. A mai részben el fogjuk készíteni a küldetéskártyákat, ami itt lesz alatta egy következő sectionben, és ez azért lesz jó, mert most már lesz annyi lehetőség az oldalunkon, hogy meg tudjuk csinálni a fejlészben elhelyezett címeknek is a, a, használatára egy ilyen jó kis enkör hivatkozást, egy nagyon jó módja annak, hogy ugye a, fejléc, a fejlécet optimalizáljuk. Tehát tömören az fog történni, hogy amire kattint majd a felhasználó, arra fog ugrani az oldalon belül a nézőpont, és azt a területet, azt a section fogja látni. Ez ugye nem egy újdonság, ez minden valamire való honlapnál már így működik. Elsőként kezd azzal, amit már jól megtanultál. A teszt oldalunkon belépünk az admin felületre, amit ugye tintaszagú, peradmin, beírod a jelszót és már látod is a kezelőfelületet. Láthatod, hogy az előző videó óta ismételten megjelentek frissítések. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a frissítések telepítése az elengedhetetlenül fontos. Én most is így fogok tenni, frissítem ezeket a bővítményeket, és utána hozzálátunk a munkához. A frissítések után nézzük meg azt, hogy miről is van szó a mai videóban. Ja, bár ez a rész már elkészült a teszt oldalon is, is. Ez a oldalon is. Ez a rész lesz az, itt a kalandjaim és a küldetés kártyák, amiket el fogunk készíteni együtt. A képek már nálam megvannak, és igazság szerint minden szöveges rész is bent van abban a Word dokumentumban, amit én készítettem ehhez a projekthez. Úgyhogy az lesz a legegyszerűbb részázókat, csak egyszerűen másolás beillesztés funkcióval elhelyezzük majd a kész környezetben. Bár a munkához úgy kezdünk hozzá, hogy a, az oldalak résznél megkeresjük a kezdőlapunkat, és középsegérgom, görgösegérgom, szerkesztés elementorral, és ezt ide szépen nekünk betolja egy külön Oldalra, amit már ugye megtanultunk, hogy miért is jó dolog. Az első dolgunk az lesz, hogy ide, ez alá, a rész alá elhelyezünk egy külön önálló section -t. Most ezt így fogom megcsinálni, így érthetőbb. És ezt a section ezt beállítjuk teljes szélességre. Ezt ugye már tanultuk, ebben semmi újdonság nincsen. Hogy megfelelően lássuk, hogy éppen mekkora az adott section, amiben dolgozunk. Célszerű itt már az elején beállítani a háttérszínt. Ugyebár én ezt most úgy fogom megcsinálni, hogy nekem ez szépen itt el van már mentve. Igen, háttérszín. Oké. Okay. És akkor első dologként azt csináljuk, hogy ide be fogunk tenni egy ö, ilyen százas térközt, ami azért szellősebbé teszi az oldalunkat. Ezt átírjuk százra. Oké, okay. láthatod, hogy azért így már el fog különülni az előző szeksöntől. Ide be kellene tennünk egy elválasztót, amit megtalálható. Elementor alapelemei között. Ide itt szépen alá tesszük. Sima, azt hiszem 53-as volt. Igen. És középre illesszük. És a stílusnál még megnézzük a színét, ami legyen ugye fehér. És vastagságra is állítunk neki valamit. Az eredetiben a vastagsága az 3,8 volt. Lehet itt is annyi. Jó. És a réshez megpállítjuk azt, hogy 12. Így. Ez a rész ez így jól elkülönül most már. Tehát ahogyan böngészünk az oldalon, azért látni, hogy ez itt már egy teljesen új tartalom lesz és még annyi a dolgunk, de szerintem ez középen van alapból, igen, ezt lehet, hogy beállítottam már, annyira rutinból ment. Ez alá pedig be fogunk tenni egy címsort. De megy alá a címsor, ami szintén középen lesz, és aminek az lesz a szövegje, hogy kalandja im. Jó. És akkor ez így elvileg meg is van. Még egy térközt ide be fogunk tenni a kalandjaim rész alá, hogy azért a maga ez a cím rész is elkülönüljön. Ez lehet egy olyan jó 40-es térköz. Így. Né? Fontos, hogy frissítjük a munkánkat kvázi így akkor ugye elmentésre kerül, és akkor most ezt a kalandjaink szövegrészt, kalandjaim szövegrészt fogjuk egy kicsit formázni. Ha emlékszel, az előző videókban már ugye készítettünk egy ilyen címrészt, ugye célszerű ennek a beállításait alkalmazni itt is, hiszen egységes kinézetre, dizájnra törekszünk a munkánk során. A H2 az jó, a középre helyezés az rendben van, most átmegyünk át ide a stílusokhoz, és elsőként a színjön. Tenne a tipográfiai jellemzők. Ezt érdemes, hogyha dolgozol magadnak kiedzetelni, és tudod, hogy éppen mi az, amiben dolgozol. Romaneszkót használunk. 65-ös betűmérettel. 400 a savastagsága. Betűtávolságot távolságot én itt még szeretnék beállítani neki. Igen, ez a 3,9 ez így jó is lesz. És akkor ami még kell nekünk, az ugye egy szövegárnyék, hogy élvezhetőbb legyen a szövegnek az olvasása. És már meg is vagyunk, látod? Kalandjaim rész, ez így teljes egészében megfelel nekünk. Miután ez a rész itt megvan, jöhetnek a küldetéskártyák küldetéskártyákat úgy fogjuk megoldani, hogy teljesen külön sectionben lesz. Meg lehetne azt is oldani, hogy egy sectionbe tesszük az egészet, de jobb lesz ez így külön részben. Így egyszerűbb lesz a formázás. És az első dolgunk az, hogy hozzáadjunk egy section. Most ezúttal nem ezt a section fogjuk használni, figyelj erre oda, hanem ezt. Láthatod, hogy ez itt már eleve nekünk három oszlopra bontja a tartalmat, ami nagyon jó lesz majd a küldetéskártyák szempontjából. Ezt csak így simán, egyszerűen ide beilleszünk. Most, hogy megvan ugye ez a szektionünk, beállítunk ennek is egy háttérszint, hogy lássuk, hogy hogyan is haladunk. Ugye én is megint puskázok egy kicsit. Annyi lehetőséget itt el kell mondanom a színeknél, hogy vannak úgynevezett egyéni színek, vagy globális színek, amiket be tudsz állítani, és ez megkönnyíti a munkádat, nem kell itt Ctrl-C, Ctrl v hanem csak ráböksz arra az adott színre, és már használhatod is. Ezt most uh, én direkt nem mutatom meg neked, azt javaslom, hogy nézz utána ennek, hogy hogyan lehet globális színeket beállítani WordPress-en belül, és ezzel két ütsz egy csapásra, egyrésztről megkönnyíted, meggyorsítod a munkádat ezzel, hogy a színeket ide magadnak elhelyezed, és meg lesz a felfedezés öröme, hiszen erre a funkcióra te magad jöttél rá, te magad jártál utána, úgyhogy ezt a feladatot, ezt így itt hagyom neked így nyitva a munkán közben. Na most, hogy megvannak ezek a szakaszon belüli szakaszok, amikre itt majd szükségünk lesz, elkezdhetünk ezekkel dolgozni. Megnézzük a szakasznak a beállításait, első körben az elrendezésnél ezt doboznál hagyom. Az asztali gépnél a szélességet, tehát ez a doboznak a szélességét jelenti, vagy ennek a sectionnek a széles, ennek a sectionnek a szélességét jelenti. Azt én itt beállítom már egy előre megnézett értékkel. Látod, hogy így a dobozoknak a elhelyezkedése változik? igazság szerint ezt a saját oldalnál is majd úgy fog tudni megcsinálni, hogy teszteled, hogy te milyen beállítással szeretnéd, milyen szélesség az, ami számodra megfelelő. Ez majd a későbbi responsív nézetnél elő fog jönni, hogy miért így állítottam be. Most ezt csak így fogadjuk el, hogy ez itt így megvan. Az oszloprésnél beállítom azt, hogy kiterjesztett legyen. Maradhat alapértelmezetten a magasság függőleges igazítást, azt pedig én középre tenném. Úrcsoldulás, marad, marad. És a szerkezetnél ugye láthatjuk, hogy három darab, 33 százalék, 33,3 százalékos elosztás, ugye, hogyha mondjuk ezt HTML-be, vagy CSS-be nézzük, ugye, hogy ott is a, az adott szakasznak a szélessége. Itt a haladó résznél pedig a margót hagyjuk automatikusan, hogy minden szépen középen maradjon. Most elkezdjünk a kártyán belül dolgozni. Itt láthatod, hogy ha erre az ikonra megyek, akkor ez az oszlopnak a, ennek az oszlopnak a szerkesztésében vagyunk, tehát nem az egész hanem már csak ebben az oszlopban szerkesztünk. Itt a függőleges igazítást azt fentre fogjuk állítani, a vízszintes igazítás az marad középen, ezzel fogjuk elérni azt, hogy megfelelő arányban lesznek távol egymástól az elemek. A térközt hagyjuk, ezzel itt más dolgunk nincsen. Most a stílusoknál az lesz a dolgunk, hogy beállítunk egy háttérszint, ugye ez a sima fehér lesz, és láthatod, hogy most már megjelent itt maga a dobozunk, látjuk azt, hogy itt majd már valami alakul. Szegénynél én még beállítanák egy ilyen jó 20-as mindenhova. Ezzel ugye lekerekítjük a, az oldalakat, ami még egyre nem látszik, majd ha tartalmat pakolunk bele, akkor ez látszani fog. Tipográfiánál meg most egyre más dolgunk nincsen itt. Az rendben van, ugye, hogy itt van, látod ez a kártya, leendő kártyánk, ez egy ilyen, csak egy ilyen kis Csik. De ezt pozícionálni szeretnénk a dobozom belül. Úgyhogy most a margókkal fogunk egy kicsit dolgozni. Szeretném, hogyha ez a margó, ezt is kikapcsoljuk ezt az összekapcsolást, mert most nincs szükségünk. Szeretném, hogyha felül lenne egy 20 pixeles margója, jobbra lenne neki egy 40 pixel, lent lenne egy 20. És balra pedig megint egy 40 pixel. Ez az érték így rendben van. Belső margókkal most egyelőre nem játszunk. Ezt igazság szerint még annyira nem látni, ez is majd akkor válik láthatóvá, ha elkezdünk bele tartalmat belepakolni, ami most következik is. Annyi, hogy most kijövünk ebből a az szerkesztésből, ugye, vissza az elementornak a, az alapelemeihez, és elsőként beledobunk egy képet. Láthatod, hogy most már látni a doboznak a, a margóit, látod, tehát amiket beállítottunk, az itt most már szépen látszik. Látszik, hogy itt jóval nagyobb, mint itt. És látszik az is, hogy ugyebár ez a beállítás ez csak erre a dobozra lett érvényes, tehát a másik kettő az maradt úgy, ahogy van üresen, majd ezt fogjuk így le duplikálni és ide pakolni így mellé. Ezeket megtöröljük. Tehát akkor megvan egy képünk, beillesztünk még egy címsort, az most ne zavarjon meg, hogy nem úgy áll, ahogyan kellene, ezt majd még beállítjuk közbe, végig megyünk szépen majd ezeken az elemeken, Beállítanék ide a címsor alá egy szöveges részt. Így. És a szöveges rész alá kerül még egy ilyen címsor rész, ami majd lesz maga ez a továbbolvasom dolog. Tehát így itt megvan a kártyánk, amit majd használni fogunk. Ez természetesen még kicsit kisebb lesz, tehát hogyha látod itt mondjuk én kiveszem a, a szöveg részt, akkor ehhez ő alkalmazkodik, tehát a, a végleges mérete a kártyának az attól is függ majd, hogy a benne lévő elemek mekkorák is milyen beállításokkal vannak, tehát ezzel is majd e, játszunk egy kicsit. Történt egy kis tévés varázslat két mentés között, annyit csináltam, hogy elhelyeztem a médiatárban három képet, amivel dolgozni fogunk. Ezeket már te is meg tudod csinálni az előző videóban. Erről már volt szó, meg talán az előtte lévőben is. Ami még fontos, hogy én csináltam egy frissítést az oldalon, ezt tedd meg te is, hogy a munkád elmentődjön. Tehát most az első dolgunk az lesz, hogy ide betesszük annak a boszorkánynak a képét, megtaláljuk ezt a média tárban, külön ugye, hogyha bemegyünk a képeknél is, tehát ugye láttad ott az elején, itt megvan egybe minden, tehát akár innen is kiválaszthatod. Most nincs annyi kép, hogy ez zavaró legyen, úgyhogy most ezt fogjuk használni. Alternatív szöveg nincsen, ennyi. Most ezt be fogjuk ide írni, hogy egy ilyen alternatív szövegnek jó lesz. Cím felirat egyéb nem kell. Oké. Okay. Használjuk ezt a képet. Bekerült ide a kártyánkba. Amit én itt szeretek, a méret az jó is, most hagyhatjuk is itt, semmi más ilyen dolgot itt nem kell átállítanunk. A stílusoknál fogunk annyit megtenni, hogy beállítjuk egy ilyen 20-as vissza lesz szegélyt neki, hogy igazodjon azért a, a kép a magának a dobok, doboznak a körvonalához, és hogyha visszagörgetsz a fentebbi tartalmakra, akkor láthatod, hogy a többi képhez is beállítottunk ilyen, ilyen ö, görbületet. Érdemes azért arra törekedni, hogyha van egy bizonyos beállításod egyfajta képnél, akkor az többnyire azért kövesse a, a többi tartalom is, hogy legyen ugye egységes a szerkezet. Ugyebár a szegély ez így rendben van, amire még szükségünk van az, hogy belső margók legyenek úgy beállítva, hogy az nekünk jó legyen az egységes távolság miatt. Mert én, szeretném, hogyha ennek a képnek lenne fent egy 20 Pixel És szerintem nyugodtan lehet úgy is, hogy nem így fogom, hanem ezt összekapcsolom, és a 20-20 pixel az tökéletesen megfelel nekem mindenhol, fent is, lent is. Esetleg a méretnél még ezt megnézem, hogy az eredetinél hogyan volt, de szerintem ott is így volt. Jó, ezt hagyjuk így, itt ez így jó is lesz. Oké. Okay. Tehát a képünk... Az ezzel a pár egyszerű művelettel már be is van állítva. Azt nézem, hogy kihagytunk-e még valamit, de nem. Ez a kép ez így jó lesz, frissíthetjük a munkánkat. Akkor most jöjjön ez a címsor részünk itt. Ide szépen beírjuk először ezt, hogy tenor küldetés, középre igazítjuk. Itt a stílusoknál már ez ismerős lehet neked, hiszen ezekkel már nem egyszer dolgoztunk. Ez a rész itt egy olyan rész, amit azért elég sokszor használunk Elementorban. És ugye ezt is meg lehet oldani úgy, hogy hozhatsz létre egyéni globális betűtípusokat, és ha utána jársz a színeknek, akkor több mint valószínű, hogy már ezt is be fogod tudni állítani. Tehát most kell nekünk ide egy betűtípus, típus, ami volt a Romanesco. Ezt a 44-es betűméretet használtam így. És azt nézem, hogy ide még egy aláhúzást állítottunk be a díszítéshez. Ez így igazából meg is van ide nincs szükségünk most a betűk között térközre. Ez a cím így nekünk teljesen megfelel. A következő, amivel dolgunk lesz, az a szöveg. Azért én frissítek egyet, tegyél te is így. A szöveg rész, amit be kell állítanunk, ugye láthatod, hogy itt a lorem ipsum jelenik meg ugye alapértelmezetten, és én is most meg fogom keresni, Az Excel be, itt is van. Egyébként ez a küldetés, ez egy ilyen legendás águs küldetés. És azt szeretném, hogy ez a szöveg részez legyen középen. Maradhat a betűnek a a színe, ez a szín, hogy egy kicsit elkülönüljön. Vagy állítsunk be feketét? Nem, állítunk be feketét, az jobban fog látszani, látott látotta is. Igen, sokkal olvashatóbb, kell neki a fekete szín. Jönnek a tipográfiai adatok. Ugye itt nekem egy azt a betűtípust használjuk, ami itt ennél a felső résznél is itt megvan. Itt, ami ennél a résznél van. Igen, beállítunk egy betűméretet, amit esetünkben 18-as, és látod, hogy itt is a kártya uh, szintén alkalmazkodott a betűtípushoz, tehát a betűnek a magasságméretéhez, tehát ha én mondjuk itt beállítok egy 50-est, akkor annyival nagyobb lesz a maga a kártya is. Ez egy jó dolog. De most maradjunk mi a 18-asnál. És igen, egy kicsit rövidíteni fogom ezt a szöveges tartalmat, mert ez így sok ide. Ezt a részt itt innen mindig levágjuk, ő úgy már is sokkal jobban néz ki. És itt három ponttal jelzi, hogy van ennek folytatása. Ez itt, de belfér, ez csak egy ilyen kis tartalom a leendő olvasónak, tehát, hogy ez így teljes egészében jó. Akkor itt nincs szükségünk, ugye, szövegárnyékra, mert ez a fehéren, ez így jól olvasható. Amit még itt fontos beállítanunk, az a margók. És belső margót szeretnék én ismételten csak állítani. Maradhat a az értékek összekapcsolása, azt szeretném, hogy ez belül, minden irányból legyen egy 8 pixel. És így már frankon el is helyezte a szöveget így nekünk. Akkor ami még hátra van, az a továbbolvassa rész, amit itt fogunk beállítani. Mindjárt be is írjuk ide, hogy továbbolvasom. Ennél meg fogjuk azt csinálni, hogy ez már egy hivatkozás legyen. Nem lesz mögötte még tartalom, mert ezt most nem célunk itt beállítani. De itt be fogjuk azt állítani, hogy hivatkozzon valamire, és ezt úgy tudjuk neki beállítani, mint ahogyan megy ez HTML kódban is. Ugye az A-nél, hogy beírunk egy ilyen András Keresztet ide és akkor már látod, hogy ha rátolod a, az egeret a tovább olvasok részre, akkor már egyből egy ilyen e, mutató kézre vált, tehát ő ezt már nagyon jól tudja böngésző, hogy ez egy link, ami vezet valahová. Ez egy fontos dolog, erre majd még visszatérünk, hiszen e, a fejlétszel nekünk még dolgunk van. Annyi, hogy én ezt nem szeretném H2-be hagyni, ez bőven elég egy ilyen kis, sima e, spamnek, és látod is, hogy most már alkalmazkodott ehhez a beállításhoz a stílus a szövegünknek, de mi most természetesen ezen változtatni fogunk, mert mi nem ilyet szeretnénk. A stílusoknál beállítjuk a fekete szint, tipográfia elemeknél beállítjuk, hogy legyen ez a jó kis romanesco, amit már ugye használtunk. Beállítunk neki egy 32-es méretet, vastagságra egy 500-as ezúttal jó lesz, és igazából ez így, azt nézem, hogy meg is van ez a gombunk. Oké, okay, miért vadul nekiállnánk duplikálni ezeket, ezt a kártyát, még egy valamit állítsunk be. Szeretném, ha maga ez a kártya kapna, még egy doboz árnyékot, amivel így elkülönül magától az oldaltól, és mindjárt látod, hogy mennyivel látványosabb. Így. Így most már láthatod, hogy van egy ilyen kis derengés mögötte, tehát ezzel így úgymond kiemelkedik az oldalból, kap egy kis térhatást, ezzel jó néha élni ezzel a lehetőséggel, ezt használt bátran a későbbi projektjét során is. Most akkor, hogy ezzel a kártyával megvagyunk, nem kell a többi kártyát is egyesével így párlgatnunk, nem fogjuk, és ezt a kártyát szépen megkettőzzük egyszer, kétszer. De nem kell kétségbe esni, láthatod, hogy most így azt a teljesen széttolta, ez azért van, mert még itt van ez a másik két kártya hely, amitől most szépen megszabadulunk, és már is a rendelkezésére álló helyet így kitöltik ezek a kártyáink. És most igazság szerint az lesz már csak a dolgunk, hogy kicseréljük a tartalmakat. Ezt most majd egy ilyen gyorsított felvételben fogod látni. Ezt te is meg tudod csinálni már a szedik ismereteit felhasználásával. Oké, okay, most, hogy ezekkel a küldetés kártyákkal itt meg vagyunk, annyi a dolgunk még azért, hogy egy következő section ide alá elhelyezünk, ami azért lesz fontos, mert így láthatjuk, hogy azért elkülönül már a következő tartalom, amivel majd legközelebb lesz dolgunk. Tehát annyi, hogy ide ismételten ezzel a háttérszínnel Beteszünk egy új section -t, és egy térközt még ide beteszünk. Szeretném, hogyha a section teljes szélességű lenne. A térközt pedig mint a oldal alapján, 133 pixelben ben meg. Tudod, mit még ide beteszünk, egy elválasztót, de ezt nem kell még egyszer összeállítanunk. Ezt fogjuk és megkettőzzük, és a második példányt egyszerűen csak ide lehúzzuk, és akkor megvan ez az elválasztónk. Most, hogy ezzel meg vagyunk, ígéretemhez híven ebben a videóban még egy nagyon fontos elemről beszélni fogunk, az pedig, az ilyen különböző hivatkozásoknak a kezelése oldalon belül, de mielőtt ehhez hozzá látnánk, frissítsük a tartalmunkat. Most azt szeretném, hogy ez a rólam rész, hogyha erre rákattint a felhasználó, akkor az így ide vigye ehhez a rólam részhez. Ugyanúgy, ahogy a kalandjaim része kattint a felhasználó, akkor az így szépen átmenjen az oldalon, és itt megálljon ennél a kalandjaim résznél. Most ehhez fogunk használni az Elementornak egy ingyenes lehetőségét, ezt az alapoknál itt megtalálod. Azt kell megkeresnünk, hogy mindjárt a pörgetek, hogy horgony menü, láthatod, ez egy ingyenes dolog, nincsen rajta semmilyen pro fül. Az a dolgunk, egyszerűen csak megfogod ezt a horgony és ugyanúgy, ahogy látod, hogy hol van a kék vonal, oda fogja elhelyezni ezt a tartalmat. Most ezt én szeretném ide a rólunk rész fölé tenni. És látszik most egy szürke, szürke ö, csikot, ami ezésre el került az oldalon. Most nagyon fontos, ha frissítünk, és megnézzük az oldalunkat a látogató szemszögéből. Ugye ja, láthatod, itt már megvannak ezek a tartalmak nem találjuk meg ezt a szürke De nagyon fontos dolog, hogy ez az elem, ez nem jelenik meg közvetlenül az oldalon, ez a belső szerkezetnél, vagyis a funkcióknál fontos, hogy ott legyen, ezt a látogatód sose fogja látni. És az a dolgunk, hogy erre a, ö, a horgony menüre elhelyezzünk egy azonosítót, ami az lesz, hogy rólam. És ugyanúgy ez a gombhoz, és hát gombként funkcionáló címsorhoz szintén be fogunk írni egy hivatkozást. Tehát itt igazság szerint nem csinálunk más, mint ahogy a nemlékszel itt a képnél, a hivatkozásra beírtunk egy komplet URL-t, hogy arra az adott oldalra vigyen, ha rákattintanak erre a képre. Itt ugyanezt fogjuk csinálni, csak ezt most oldalon belül. Tehát a rólam résznél a hivatkozásnál annyit teszünk, hogy beírok egy ilyen András keresztet, és odaírom, hogy rólam. Ez célszerű ezeket a hivatkozásokat ékezetek nélkül. Igazság szerint jó ez, és hasznos ez, viszont a HTML nyelvben, meg CSS-nél is néha azért jó, hogyha ékezetek nélkül dolgozunk, erre szoktass rá magad, ez a későbbiekben jól fog jönni. Most igazság szerint azt csináltuk, hogy beállítottunk egy hivatkozást. És ha megnézed, most rátolom már itt szerkesztő módban az egeremet a rólam részre, akkor már láthatom, hogy ez valahova vezetni fog. Ráfrissítünk itt a szerkesztőnkre, visszamegyünk a, az oldalnézetbe, itt is frissítünk egyet az oldalon, és most az fog történni, hogy a rólam rész ide viszi a kedves felhasználót. Annyi még, hogy ezt megcsináljuk majd a, a, másik résznél is, mivel most már van még egy tartalmi részünk, itt a kalandjaim részhez is betesszük. Nagyon egyszerűen itt is megkeressük a horgonyt. Egyébként ezt a keresőt is használhatod itt, ez nagyon jó dolog, annyi, hogy itt bejelöli azokat is, amik pro előfizetéssel érhetőek csak el de most ugye itt már tudjuk, hogy erre a horgony menüre van szükségünk, és itt is azt csináljuk, hogy ide a kalandjaim rész fölébe illesszük. Ez lesz az azonosítója. És akkor szépen visszamegyünk a kalandjaim részhez, és itt fogjuk, és az URL-be beírjuk a kalandjaim részt, és most már ezzel is működni fog. Azért nézzük meg. Ide is kapunk, egy, megy egy frissítés az oldalra. A rólam rész ugye már működött, gyanús, hogy a kalandjaim rész is működni fog, hiszen megváltozik az egerünknek a mutatója, és a kalandjaim rész is tökéletesen oda viszi a látogatót, ahova azt mi szeretnénk. Ha felkeltette az érdeklődésedet ez a videó, és szeretnél programozást tanulni, akkor látogass el a programozáskarrier.hu oldalra, ahol többfajta tanfolyam közül is választhatsz, amelyek mind-mind hozzásegítenek ahhoz, hogy egy sikeres karrierváltást tudhass magad mögött, és igazi programozóvá válhass. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, várok legközelebb is.